Ő 1911-ben született Budapesten, Józsefvárosban, Nagyfuvaros utcában. Az anyukáját úgy hívták, hogy Wolf Katalin, apukája meg Grósz Ignác. Grósz Rezső néven született, zsidók voltak. Szegény zsidók, és egy szobakonyhában laktak ott a Nagyfuvaros utcában, az utca felüli részén a háznak pedig volt egy pálinka kimérésük. Apukája az eredetileg nyomdász és betűszedő volt, ugye abban az időben a zsidók közül sokan tudtak jól németül, és ő német szakra, vagy német szedésre szakosodott. Aztán az ólomtól neki megbetegedett a szeme. És akkor ezt abba kellett, hogy hagyja a munkáját. Ő utána kiment Amerikába, ott is próbálkozott, szerencsét próbált. Aztán hazajött végül, és akkor itthon egy pálinka kimérést vett neki a család. Hárman voltak testvérek, egy húga volt neki, meg egy bátyja, 3 év volt minden gyerek között. És ő a 4 elemit, meg 4 polgárit kijárta, és utána elkezdett dolgozni. Egy úridivat üzletbe lett inas. És 14 éves volt akkor, amikor ők a testvéreivel elmentek a Lágymányosi Dunára fürdeni. Ők oda rendszeresen jártak, és akkor egy hétvége volt. És akkor egy hétvégén kimentek fürdeni. És akkor ott a húga, Emma látott egy embert a vízbe fuldoklani. És Rodolfo Rezső mentette őt ki a vízből, és akkor hálából ez az ember, akit kimentettek, különben egy kínai gyöngyárus volt, ez az ember ott a Dunaparton kavicsokkal mutatott neki 2 trükköt. Bűvén. 1, 2, 3, mutasd meg a lapodat. Ez volt? Igen. 1, 2, 3, 4. Ugye a pirosat kell megtalálni majd. És akkor mondtott valaki, hogy ezt a játékot 3 kártyával szokás játszani, nem 4-gyel. Mondta az ember, hogy jó, akkor ő egy feketét félretesz. Én figyeljem a 2 feketét, meg középen van a piros. Megkevette a lapokat, és én az összes pénzemet föltettem a középső kártyára, de megmutatta, hogy fölül fekete lap volt, alul fekete lap volt, és középen is fekete lap volt, mert a piros az itt volt oldalt, az volt az, amit félretett. Egy van itt.